Vajon jó taktika egy alig fél éve létező párt részéről, ha 56 eszmeiségét a maga politikai malmára hajtja? Jó ötlete pénzért árulni a lyukas magyar zászlót a Tisza kulcsik mellett? Persze az is kérdés, ki nyeri a számháborút, és van-e értelme másfél évvel a választások előtt vágyvezérelt támogatottsági adatokkal kampányolni? Az örök kérdés pedig, kinek higgyenek a választók? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ, a vendégeink már a stúdióban. Kezdünk! Szeretettel köszöntöm a nézőket, önök a Komment csütörtöki adását látják. Én Ambrus Jobbágyi Zsófi vagyok, a stúdióban pedig itt ülnek már a mai vendégeink. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Veres Gábor, az MSZP médiapolitikusa. Jó estét, Csokrom, jó estét kívánok. Bódi Ábel, a Kontextus szerkesztője. Jó estét kívánok. Kukorelli Endre író. Jó estét. És Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Jó estét kívánok. Szervusztok, jó estét kívánok. Tegnap, hát országszerte, de legfőképpen itt Budapesten zajlottak az 56-os október 23-ai megemlékezések, minden párt ugye a maga szája íze szerint próbált emlékezni, de hát nyilvánvalóan azért ezek a nagy nemzeti ünnepek arról is szólnak, hogy egy kicsit erőt mutassanak és átadják a saját politikai üzeneteiket ezek a pártok. Az viszont az előző évekhez képest talán újdonság, hogy egy olyan párt, és itt nyilván a Tisza pártra gondolok, aminek tulajdonképpen semmilyen kötődése nincsen 56-hoz, tekintve, hogy néhány hónapja létezik, a forradalmi jelképeket, és itt dedikáltan is ugye az 56-os lyukas zászlót, azt abszolút a saját maga politikai hasznára próbálja hajtani, próbálja átpolitizálni egy kicsit az eddigiekhez képest. Ugye Magyar Péter a Szénatéren tartott beszédében azt mondta, hogy szeretné visszaadni ezeket az 56-os jelképeket és eszmeiséget a magyar embereknek, mert hogy ez eddig nem volt mindenkié. Ezt ti is így gondoljátok? Hát azért, mert egy párt mondjuk fél éves vagy 50 éves, azért ilyen nincs, hogy egy párt, hanem emberek vannak, emberek alkotják a pártot, pártoknak van a vezetői, és azok a vezetők szoktak inkább ilyen alkalmakkor beszélni, ez nyilvánvaló, és minden párt a saját hasznára próbál minden alkalmat megragadni, ebben semmi rossz nincs, ezt leírólag mondom. Nekem nem tetszett az például, hogy 56-ról jóval kevesebb szó volt, mint kellett volna, tehát Nagy Imréről, vagy Maléterről, stb. A hősökről jóval kevesebb szó volt, tehát én azt gondolom, hogy oké, nyilvánvalóan a pártok próbálják a saját magukra hajtani a vizet, de azért a fő dologról, egy ünnepről azért meg kell adni az ünnepnek a módját. Ugyanez vonatkozik március 15-ére, stb. Tehát túlzottan elsikad az, amiről igazából van szó, egy túlzottan alkalmi a dolog. Na most az, hogy mondjuk ugye a felkonfban volt az, hogy pénzért adni lyukas zászlót, ez ne haragudjon, de ez nagyon, nagyon manipulatív mondat, hiszen arról van szó, hogy a zászlót, ezt a ronydarabot, vagy nem tudom, szövetdarabot, ugye ezt nyilván pénzért veszi mindenki, és aztán, hogy kivágja, nem vágja, az egy dolog. Tehát én mind a két oldalon láttam lyukas zászlót, tehát az Orbán beszédén is volt lyukas zászló, a magyar beszédén is volt. Az Orbán beszédén is volt rendes, nem lyukas magyar zászló, és a másik beszédben is. Szóval én ebben semmi különöset nem találok. Arról van szó, hogy a politikai pártok próbálják, még egyszer mondom, kihasználni az alkalmat, hogy beszélhessenek. Én azért találok ebben egy egészen pici problémát. Mi általában egyetértünk az Endrével, most egy nagyon picit mást gondolok erről. Nekem a nemzeti jelképek politikai célra való felhasználásának ténye egy picit távol áll tőlem, tekintve, hogy annak idején én úgy emlékszem, hogy szinte a fél ország, de vagy legalábbis mondjuk a fél ország azon akadt ki, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a kokárdát kisajátította, ezért a komplett baloldal kiabált, és azt mondta, hogy nem adjuk a kokárdát, mert az a nemzeti jelkép.
ebben az esetben, bár én egyáltalán nem akarom a Magyar Pétert sem, és az ő pártját sem semmilyen módon sem bántani, és senkit sem akarok bántani, de ez egy kicsit erre hajaz. Az engem nem érdekel, hogy pénzért adják, meg nem pénzért adják. Ami a probléma az, hogy ez egy össznemzeti jelkép, és lehet, hogy ez egy jó téma arra, hogy visszavágjon a Magyar Péter azért, hogy a kokárda meg a Fideszé, legalábbis ilyen, hogy is mondjam, a köz szerint, de valójában ez szerintem egy probléma. Tehát én azt gondolom, hogy találhattak volna egy kicsit, hogy is mondjam, találhattak volna olyan politikai párt jelképet is, ami inkább, hogy is mondjam, az ő saját találmányuk, de valójában ez az az egyetlen pont, ami ebben engem... Oké, bocs, aztán ott elhalkod, hogy muszáj erre válaszolnom, tehát hogyha nem október 23-án alkalmazzák, vagy mutatják fel a lyukas zászlót, mondom az Orbánék is, meg a magyarék is, akkor nekem is ez a problémám. Tehát ez igaz, tehát ott a kokárdával az ott a probléma, hogy nem március 15-én hordták, hanem utána is azt mondta az Orbán, hogy aki magyar, az hordja, valami ilyesmit mondott, aki magyar, az hordja a kokárdát, bis hundert und zwanzig. Na és erre mondom, hogy ez a sok, az, hogy most ilyenkor mind a két tábor föltette a lyukas zászlót, ez szerintem éppen október 23-ához passzol. Itt egy picit egyértelműsítem itt a célzásomat, amit kritizáltál itt a bevezetőben. Egyrészt ugye Magyar Péter már ezt, amikor a köztévé elé vonultak, vagy odaívta az embereket, akkor is a lyukas zászlót, mint egy ilyen szimbólumot hirdette meg, hogy mindenki hozzon magával. És nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy ő, vagy hát nem úgy tűnt, az elmúlt napokban, hetekben, ő azért, hogyha az a Facebookját megnéztük, akkor folyamatosan és tudatosan 56-tal és a különböző ehhez kapcsolódó jelképekkel próbálta a Tisza pártot és a saját mondani valóját tematizálni. Itt az, hogy pénzért árulták a lyukas zászlót, nyilván, tehát az aluljáróban is tudok venni pénzért kokárdát, ha megyek mondjuk március 15-i ünnepségre, de itt konkrétan a pártlogóval ellátott különféle repicucok mellett lehetett ezt megvenni, és én ebben érzek némi hát olyan visszásságot, hogy egy ünnepet azért nem biztos, hogy erre kell egy pártnak felhasználni, ilyen formában. Igen, az a kezdeni, hogy különös pikantériája van, amikor egy október 23-ai kvázi ünnepi adáson egy szocialista politikussal ülünk egy műsorban, aki nemzeti jelképként védi a lyukas zászlót. Szerintem ez a magyar történelemnek egy elég furcsa pillanata. A másik pedig az, hogy Endrével nem értek egyet, tehát egy ünnepnek nem avittas megemlékezésnek kell lenni, ha elénekeljük a himnuszt, felsorolják a mártírokat, majd mindenki hazamegy, és másnapra semmi aktualitása nem lesz 56-nak. 56-nak mindig aktualitása van, és mindig le kell fordítani az aktuál politika nyelvére, mert akkor tudunk rá úgy emlékezni, azoknak az ősöknek a példájára, hogy hoppá, itt előttünk már valaki megtette azt, amit most nekünk szerencsére nem a Corvin közben kell megtennünk, hanem mondjuk úgymond elég egy szavazó urnáig elmennünk. Ezért azzal nincs probléma, hogyha mondjuk Orbán Viktor ezt lefordítja az aktuál politizálás nyelvére. Erre szükség van. Szükség van arról beszélni, és 56 kapcsán ez nagyon is aktuális, hogy van egy idegen hatalom, aki éppen most a magyar szuverenitást akarja elvenni. És ez sokkal kisebb baj, mint az, amikor 56 szellemiségét, amikor Wittner Mária és a többi mártír, vagy hát 56-os hősnek a szellemiségét egy álláshirdetésé redukáljuk, ahogy azt tette Magyar Péter. Ne felejtsük el, itt meghirdette, hogy majd az új vezetőket keresnek, és akkor küldjön mindenki az önéletrajzát. Szerintem ez gyomorforgató. Szerintem az is egy rettentően gyenge mondat, ami itt idézetként elhangzott, hogy ő vissza akarja adni a magyaroknak a lyukas zászlót. Egyrészt ki a csoda vette el, másrészt pedig arról beszélni, hogy ő adja vissza, miközben éppen magához, a saját politikai közösségéhez próbálja, vagy amiből egyébként rajta kívül túl sok minden nem látható úgy általában. Tehát, hogy éppen ahhoz próbálja hozzáláncolni ezt az egyébként nemzeti jelképet, ami egyébként abban egyetértünk, hogy teljesen természetes, hogy mindenféle megemlékezésen, ünnepségen és
akár politikai gyűlésen, ami október 23-ával kapcsolatos megjelenik, mert hogy egyébként azt gondolom, hogy még abban is egyetértünk, hogy értelmezni kell, tehát hogy le kell, aktualizálni kell ezeket az eseményeket, úgy tudunk igazán emlékezni arra, hogy mi történt az előttünk lévő, vagy az elmúlt időben. Szerintem nem figyeltél arra, amit én mondtam. Nem azt mondtam, hogy ne legyen aktuál politika. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy az arányokkal van a problémát. De ez mellékes, ez mellékszál. Még egyszer mondom, itt látszik talán az adásban is látszik, hogy abszolút az Orbánék is használják a zászlót nagyon helyesen. Tehát ez aláhúzom, ezzel egyetértek. Az, amit mondtál, abban viszont igazad van, azt el kell ismernem. Tehát, hogyha nem 23-án használják a lyukasz zászlót, azzal én sem értek egyet. Ez kétségtelen. Tehát nem lehet egy pártnak, semmelyik pártnak kisajátítani sem a kokárdát, sem a lyukasz zászlót, mint pártjelképet, talán ebben meg tudunk egyet. Hát a hitelességi deficit azért van Magyar Péter és Orbán Viktor között, mert Orbán Viktort azért a szocialista rendőr felkente a gumibottal a rendőrautóra, és azért Nagy Imrét nem Magyar Péter temette úgy. De azért azt se felejtjük el, hogy a fél Fidesz meg tagja volt a kommunista pártnak, sőt, voltak olyanok, akik kimondottan vezetői voltak. De most vissza szeretnék utalni arra, amit mondta, hogy egy szocialista politikus lehet-e vagy nem lehet patrióta. De szeretném megkérdezni, hogy egy miért ne. Nemzeti szocialista? Nem nemzeti, patrióta. Uh-huh. Patrióta baloldal. Ezt mindegy, ajánlom, olvas után. Hát ez a nemzeti szocialista. Nem, ez nem az. De. Ajánlom, olvas után, hogy ez mit jelent. Másik oldalról pedig azt tudom mondani, hogy annak ellenére, hogy azt mondjuk hangosan, hogy Orbán Viktor a nemzet egységét képviselve elmegy és megvédi Magyarországot az idegen hatalom, így fogalmaztál, ellen. Annak ellenére nekem azért meggyőződésem, hogy egyrészt az Európai Unió nem egy idegen hatalom, de ha már egy idegen hatalomról beszélsz, akkor kérlek mondd meg, hogy pontosan ki az, és melyik az a hatalom, amelyikről beszélünk. Meg azt is nagyon szeretném tudni, hogy vajon mi is az a fenyegetettség, amitől most Magyarországot meg kell védeni. Ezt most nagyon érdekelne, különben nem tudunk beszélgetni, nem tudom, hogy miről beszélsz. Bocsánat, mielőtt Ábel válaszolna, van egy pontosan ide passzoló bejátszónk az 56-os megemlékezésekből, úgyhogy nézzük is meg. Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli báb kormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. Orbán Viktor hozzátette, a nagyhatalmi zsarolás nem ijeszti meg a magyarokat. Már százszor bebizonyítottuk, hogy nem ijedünk meg, ha az aktuális birodalom zsarol minket. Tudjuk, hogy háborúba akarnak kényszeríteni bennünket. Tudjuk, hogy ránk akarják sózni a migránsaikat. Tudjuk, hogy genderaktivisták kezére akarják adni a gyerekeinket. Tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormány. Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére. Fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, 2024-ben még nem lesz az ember hazafi, ha lyukat vág a zászló közepébe. A tettek számítanak, és az egész ország láthatta, hogy ki mit csinált az Európai Parlamentben. Eközben a magyar ellenzék felajánlotta szolgálatait a birodalomnak. Jobboldali nemzeti hagyomány, hogy megvédjük a családot, megvédjük a hazát. Internacionalista hagyomány kiárulni a hazát és elárulni a családot. Orbán Viktor hangsúlyozta, most már az egész Európai Uniót akarják nyíltan betolni az ukrán háborúba. Nekünk 1956 tanúsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolnunk.
megragadnám a válaszjogát gyorsan, hogy az mindenféle mondva csinált jelentésekre a megérdemelt pénzünket visszatartani, belekényszeríteni európai ügyészségbe, hogy azon, tehát azon felé elvinném ebbe az irányba a témát, és nem meghagyni nekünk a döntés jogát, szerintem az a szuverenitás elvétele. Az, hogy meg ki a birodalom, hát az, aki ezeket épp. De ki az? Hát von der Leyen mit vezet? De ő egyedül? Ő a birodalom? Vagy mi? Az Európai Tanács, aminek tagjai vagyunk? Vagy az Európai Unió, amelyiknek tagjai vagyunk? Tényleg, ez csak egy nagyon egyszerű kérdés, hogy hát ki az, aki minket kényszer? A Szovjetunió? De ki? Van egy olyan patrióták, egyharmad a patrióták. Uh-huh. Az is benne, ugyanúgy benne van az Európai Unióban, ugyanúgy benne van a parlamentben, mint a, nem tudom, a többi párt. Tehát ilyen, ez... értelmezhetetlen ez a dolog, hogy összebirodalmat, és mi is benne vagyunk, tehát te is, meg én. Hát az a helyzet, hogy ki tettel 56-os, hát mi voltunk, nem? Hát magyarok. Van valóban kétfajta elképzelés az Európai Unióval kapcsolatban. Válaszunk el most alapjaiban kettőt. Van egy olyan, amelyik a nemzetállamok szövetségeként értelmezi, és erős nemzetállamokban gondolkodik, és van egy olyan, amelyik egy ilyen föderalista irányt képzel el, a nemzetállamok minél erősebb első orvasztásával, és azt gondolom, hogy akik itt birodalomként tételeződnek, azok az elit, vagy mondjuk az, hogy az a politikai mainstream, amelyik hát a különböző uniós intézményekben meglehetősen erős pozíciókkal rendelkezik, és egyébként hát más szempontból meg meglehetősen billegő, mert azért nézzük meg, hogy von der Leyen például hogy választották újra, hogyan jutott el odáig, milyen rögös úton, és most mégis milyen nagy hatalomra tesz szert, gyakorlatilag úgy alakítja át az Európai Bizottságot, ahogy akarja. Közben azért, mikor elindult ez, hogy ő újra választatná magát, akkor finoman belengedtek a számára a New York Times-on keresztül egy olyan botrányt, amiben nagyon könnyen belebukott volna, és voltak még hasonlók. Oké, ez igaz, tehát ebben egyetértünk, viszont azért tisztázok azt, hogy a birodalmak azok monolit tömbök, tehát a szovjet birodalom az egy monolit tömb volt, aki egy kicsit kibeszélt, az jégcsákánnyal agyon vágták, és a gulágon több százezer embert végeztek ki. A náciknál ugyanez volt, és itt tovább visszamegyünk a történelembe, a birodalmak. Azért van puha totalitarizmus. Ez nem monolit, ez demokratikus. Itt az európai polgárság megválasztotta ezeket a képviselőket. Nem von der Leyen, hanem a képviselőket. És van egy többség, és van egy kisebbség. És a demokráciában úgy szokott lenni, Magyarországon is úgy van, hogy a többség nagyjából dönt a dolgok fölött. Magyarországon ugyanez van. Akkor Magyarország, tehát akkor számomra az se korrekt, hogyha azt mondják, hogy itt diktatúra van, és az Orbán mindent egyedül dönt el, meg mindent. Nem így van. Megválasztották ezt a pártcsaládot, és úgymond jogosan hoznak törvényeket. Az, hogy milyen korrekten, az egy másik kérdés. Egyébként törvényeket nem hoznak, mert Európai Uniós szinten nincsenek törvények. Most az Orbánra beszéltem, illetve Magyarországra. Magyarországra beszéltem. Na, de hogyha itt már arról beszélünk, hogy milyen birodalom, ugye alapvetően ugye az Európai Uniónak az lenne a funkciója, hogy tulajdonképpen a benne lévő tagországok kvázi egyenrangúként hozzanak döntéseket a kontinens sorsáról. És itt ugye Strasbourgban az verte ki a biztosítékot, hogy az Európai Unió történetében jóformán először teljesen nyíltan a néppártnak a vezetője, meg hát Ursula von der Leyen, és gyakorlatilag mindenki, aki ott Orbán Viktornak az elnökségi programját bírálva, vagy hát nem azt bírálva, mert igazából az ő kormányzását bírálták, beleszóltak, konkrétan a magyar választókhoz szóltak, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy nem szólnak bele a magyar belpolitikába, ami abszolút... Nem az ő jogkörük, nem az ő feladat. De miért ne szólhatnak bele bárki bármibe? Orbán is beleszól az amerikai választásokban, és helyesen teszi, jogosan teszi, meg lehet ezt csinálni, ebben semmi különös nincs. De nekem az nem, ezt nem értem még továbbra sem, tehát az Európai Unióban különböző pártcsaládok vannak. Ugye ez a pártcsalád, amelyiknek Orbán Viktor és a Fidesz korábban tagja volt, amíg ki nem zárták őket, vagy mondjuk ki nem lépett Orbán Viktor rögtön a kizárás előtt a Fidesszel, nagyon boldogan együttműködtek az Európai Unióban a néppárttal, és elképesztő hosszú időn keresztül ugyanígy különböző országok ügyeiben szóltak bele. Annak ellenére mondom ezt, hogy azt is elismerem, hogy Magyarország szuverenitását lehet, hogy meg lehet húzni valahol, ezt
ebbe egyetértek, de hogy ez nem jó helyen van meghúzva ilyen szempontból, abban meg elég határozott véleményem van. Tehát azt gondolom, hogy a mi szuverenitásunkat effektíve nem éri semmilyen támadás, sem az Európai Unió, sem pedig más ország részéről, tekintve, hogy Magyarország az én ismerteim szerint még egy demokrácia. Na most ezeknek a demokráciáknak a megtámadása általában gazdasági körülmények között szokott zajlani, ugye, mert katonai eszközökkel nem nagyon szoktak élni, kivéve az oroszok most Ukrajnában. Ezeket a gazdasági szorításokat én meg nem érzem. Van egy rossz kormányzás, van egy olyan Európai Unió, amelyik a jogállamiságot kéri rajtunk számon, és egy olyan egyszerű kérdést tesz, vagy olyan egyszerű ügyhöz köti, hogy például csatlakozzunk egy olyan bűnüldöző szervhez, amelyik az egész Európai Unióban hatáskörrel rendelkezik. Ez csak az egyik lába, de mibe tartana az Európai Unió ügyészséghez csatlakozni a magyar kormánynak? Egy darab aláírás, és onnantól kezdve nincs semmi. Az a helyzet, hogy ezt az Európai Bizottság nem kérte. Ők kértek bizonyos mérföldköveknek a teljesítését, ezt a kormány teljesítette, a kormány oldal teljesítette, mert parlamenti tehát törvényeket is hozott a parlament ezzel kapcsolatban, aztán kitalálták, hogy ja, hát akkor szuper mérföldkövek kellenének, és aztán utána most így lebegünk, mert nem tudjuk, hogy hiper-szuper mérföldkövek, vagy mi egyébként. És itt van egyfajta bocsánat, az Európai Ügyészségbe való belépés nem szerepelt a feltételek között, volt már olyan, hogy mekkora irodának kell lennie egy bíróságon, és a többi, és a többi, és egyébként a magyar kormány számos olyan dolgot elfogadott, amit nem tartott alapvetően logikusnak, de elfogadta, hogy sikerüljön megegyezni, és egyébként volt egy olyan pillanat, amikor nagyon sokan azt hitték, egyébként úgy tudom, hogy a brüsszeli folyosókon is, hogy hát itt akkor megállapodás lesz, és aztán jött valamiféle gyors fordulat, és mégsem sikerült megállapodni. Na pont ez érdekel, mi történhet? Hát nem tudom, hogy most hiper-szuper mérföldkövek kéne teljesíteni, vagy micsoda. De mit akarnak elérni? Hát ez egy jó kérdés. Éppen ez bizonyítja azt, hogy itt egy gazdasági nyomás helyeződik Magyarországra, pontosan azért, mert van ez a brüsszeli elit, amelyiknek nem tetszik az a fajta kormányzás, amelyet a magyar kormány... De mi az, hogy brüsszeli elit? Én egyszerűen nem értem, amiről beszéltek. Tehát azt mondjátok, hogy itt van Brüsszel, amelyik, köszönöm szépen, ez igazán kedves volt. Majd én is belekezdek akkor ebbe a műsorba. Nyugodtan. Tehát de nem teszem, mert ez szerintem méreten alul. Hát tényleg méretetlen, tehát olyan alapvetésekkel nem vagyunk tisztában, hogy van egy brüsszeli elit, akinek a javát meg sem választották, és akik folyamatosan nyomják Magyarország alapvető emberi tulajdonság, hogy a másik ember beszél, megpróbáljuk egy picit legalább tisztelettel, hogy nem kell végig hallgatni, csak legalább ne sértőt szólj bele. Tehát ami a legfontosabb az, hogy ennek a brüsszeli elitnek szerintetek, ennek akkora hatalma van, hogy gyakorlatilag az Európai Unión belül mindenkire nyomást tud gyakorolni gazdaságilag. De ki ez a brüsszeli elit? Hány ország ez? Kik azok, akik ezt meg tudják csinálni? Miért csinálják ezt? És miért pont Magyarország ellen indítottak jogállamisági mechanizmus eljárást, amikor, meg Lengyelország ellen, ugye? De miért? Hát nyilván azért, mert az Európai Unió többi országa, ahol ilyen jogállami keretek működnek, mint amilyeneket tőlünk elvárnak, nem érintettek ebben az ügyben, tekintve, hogy már teljesítették ezeket az elvárásokat, amiket by the way mi aláírtunk a csatlakozási szerződésben, sőt, az utána lévő összes olyan megállapodásban, amit Orbán Viktor volt szíves megszavazni az Európai Parlamentben. Tehát Lengyelország példáját, hogyha folytatjuk, akkor ott Lengyelországban sikerült egy olyan kormánypártnak a hatalomra lépnie, amelyik a mainstreamhez tartozik, és rögtön elmúlt mindenféle nyomásgyakorlás. De nem hoztak semmilyen intézkedést. Hát hoztak intézkedést, és akkor nem. Például az elki palotából hurcoltak el képviselőket ilyen mondva csinált indokokkal. Ja, mondva csinált, majd erre visszatérünk. Mielőtt belemennénk belemednénk ebbe a vitába, meg kell szakítsa a titeket, mert lejárt az első fele a műsoridőnknek. A nézőket viszont várjuk vissza, mert csak egy rövid reklámszünet következik, és innen folytatjuk. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt ismét a Komment. Folytatjuk a témáinkat, itt ül velünk a stúdióban Veres Gábor, Bódi Ábel, Kukorelli Endre és Zila János. Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző
fél időben, hogy ugye a különböző pártok megemlékeztek 56-ról, és hát itt egy komoly vita kerekedett arról, hogy ki hogyan próbálja meg ezt az egészet tematizálni, vagy a saját politikai malmára hajtani. És most egy kicsit lapozzunk, és térjünk át arra, hogy éppen október 23-át választotta a Tisza párt arra egy alkalmas, vagy hát Magyar Péter egy arra alkalmas időpontra, hogy kihozza a 21 kutatóközpontnak a felmérését. Ez egy párt preferencia felmérés, amiből hát az rajzolódik ki, és az jön ki, hogy a Tisza párt megelőzte a Fideszt a biztos pártválasztók körében. Aztán még ugyanaznap este Róna Dániel, a 21 kutatóközpontnak a vezetője, bement a Partizánba, és hát ilyen nagyon árnyaltan és nagyon virágnyelven elmondta, hogy hát tulajdonképpen ezek annyira nem is releváns adatok, mivel hogy ugye az a 3% az pont hibahatáron belül van, nem is a teljes népességet kérdezték, csak online végezték a felmérést, tehát hogy azért itt voltak bizonyos tényezők, amiket ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatalakor hát nem részletezett Magyar Péter. Az első kérdésem az, hogy szerintetek ezeknek a különféle felméréseknek, amit a pártok hát nyilván itt különösen ebben az esetben próbálnak egy kicsit a saját szájízük szerint alakítani, milyen hatással vannak a magyar választókra? Befolyásolja ez az ő érzetüket, hogy hogyan is állnak itt az erőviszonyok? Nagyon erős az ember érzése azzal kapcsolatban, hogy itt most abszolút ez a cél. Méghozzá azért, mert ugye, hogyha feltételezzük, hogy van egy olyan erő, amelyik szeretné, hogy kormányváltás történjen Magyarországon, akkor annak most meglehetősen kényelmetlen a párt struktúra és a jelenlegi helyzet, mivel azt látjuk, hogy az egyik oldalon mégiscsak ott van egy erős és biztos, stabil és nagy tömb a jobb oldalon, a másik oldalon pedig újra előállt valamiféle széttagoltság, amit föl kell számolni ahhoz, hogy itt valamiféle esély legyen, mert hát ugye látjuk azt, hogy az ellenzéki oldalon ott van a Tisza párt, de ott van mellette és még él a Demokratikus Koalíció, egyébként ott van a többi szereplő is, a kisebb pártok is, a Momentum, a szocialisták, stb. És ezek mind, hogyha tehát potenciális ellenzéki szavazóként, vagy egy párthoz, hogyha rendezhetőek lennének, akkor ez egy kényelmesebb helyzetet hozna azoknak a számára, akik abban érdekeltek, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és hát úgy tűnik, hogy ezek a közvélemény kutatások, ezek a választókat, a kormánnyal szemben álló választókat arra felé próbálják tolni, hogy beálljanak egy szereplő mögé, és itt legyen valami fajta integráció, mint ahogy egyébként volt 2022-ben is, arra is emlékszünk, hogy annak az útját hogyan egyengedték. Egyébként közvélemény kutatások azt gondolom, hogy felhasználásával is, és egyébként abban is ezek az intézmények, vagy ezek az intézetek játszottak szerepet, ugye emlékszünk Pulai Andrásnak az ollózáros mondatára, ami aztán azt gondolom, hogy ez az olló inkább annak a közvéleménykutatásnak a torkán zárult. Tehát a lényeg az, hogy itt van valami fajta törekvés arra, hogy ezt a választói tömböt valamiféleképpen egyesítsék, noha azt gondolom, hogy valamiféle fragmentáció fönn fog maradni mindenképpen. Szerintetek, ugye itt már az első kérdésemben is benne volt, de milyenek a konkrét pszichológiai hatása mondjuk egy tiszapártos szavazóra nézve, vagy egy Fidesz szavazóra nézve, tehát azt az érzetet kelti, hogy jaj, de jó, most már előnyben vagyunk és hátradőlhetünk, vagy inkább úgy hat a fideszes szavazókra, hogy hát akkor mindenképpen nekünk protestálni kell, ti ezt hogy látjátok, Gábor? Én a 21 kutatóközpontot nem tudom, hogy micsoda, de biztos, hogy nagyon komoly méréseket szoktak csinálni. De én megvárnám a Mediánt, megvárnám az IWC Research-ot, megvárnék olyan intézeteket, vagy olyan cégeket, akik magasan jegyzett kutatásokat végeznek, és nem nagyon szoktak tévedni, vagy keveset. Mert a közvélemény kutatások általában, én azt vettem észre az elmúlt 10 évben, általában tévednek. Tehát az utolsó időszakban tett mérés, vagy letett mérések is szerintem tévedhetnek. Ennek ellenére simán el tudom képzelni, hogy a Tisza párt erősödött az Európa parlamenti választások óta, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt pont ez az intézet fogja nekem biztosan megmondani. Körülbelül ez az álláspontom, tehát nem, én szeretném tudni, hogy mi a valós eredmény, de az is igaz, hogy ilyenkor agyba főbe kerülnek elő ilyen kutatások, amik a választókat megpróbálják orientálni, vagy dezorientálni bizonyos pártok, szerveződések felé.
Ez a kormánypártoknak is ugyanígy gyakorlata. Már nem veszem tulajdonképpen igazán komolyan ezeket az eredményeket, sem most, sem régebben, mert mondom még egyszer, a legtöbb esetben tévednek. Hát meglátjuk, ez most a következő választás lesz az első ilyen erőpróba 2026-ban, hogy mire jut el a Tisza párt. Az, hogy most ők vannak, az mindenképpen egy jelentős változás az eddigi, is mondjam, politikai állóvízhez képest. Nem tudom, mi lesz belőle, érdekelne nagyon, hogy valójában mi a helyzet. Óckodnék az elemzői státusztól, mert sem szociológus, sem politológus nem vagyok, de hát valószínűleg nem interneten kell az igazán komoly közvéleménykutatásokat elvégezni. Annak elemzése, én inkább, mivel a Partizán rendelte meg, ezt fontos hozzátenni a megrendelő személyét, vagy hát a megrendelő vállalatot, nevezhetnénk helyőrségnek is. Azért jól látszik, hogy megint, mint az elmúlt összes választásnál, mióta ekkora célközönséggel bírnak, igyekeznek becsatornázni mindig az ellenzék jelöltjeit, szavazóit, vezetőit egy tábor alá. Nem hiszem, hogy ezzel a Fidesznek akartak kárt okozni, inkább az, hogy kikényszerítsenek olyan sajtónyilatkozatokat, mondjuk a DK-tól, mondjuk a többi pártól, amivel esetleg még jobban a Tisza párt felé tudják őket tolni, ezzel őket is még jobban sarokba szoríthatják, és megint elkezdődhet az a fajta csatorna munka, jó értelemben véve, tehát nem akna munka, de az, amivel ugye a Momentumot leszalámizták, amivel Márki-Zay Péter mögé először megpróbáltak beállni, most ugyanezt csinálják Magyar Péter mögé, hát mögé tesznek egy kutatást, szép számok, szép grafikonok, aztán majd elkezdődik valamilyen harc az ellenzéken belül. Endre. Én inkább ahhoz kapcsolódnék, amit te mondtál, hogy milyen pszichológiai háttér van ennek a dolognak, nagyon érdekes. Tehát ez szerintem embere válogatja. Tehát vannak olyan emberek, akiket lelomboz, hogyha egy olyan közvélemény kutatás jön le, amiben ők hátul vannak, vagy vesztésre állnak, és vannak olyan emberek, akiket ez fölspannol. Tehát nem lehet kiszámítani. Tehát szerintem ne inszinuáljuk a közvélemény kutatókat, én azt gondolom, hogy ez egy szakma, ugyanolyan szakma, mint itt valamennyünké. Nyilván ezek az emberek, én feltételezem, hogy megpróbálják korrektül csinálni, annál is inkább, mert ha valamelyik nagyot bukik, akkor ahogy te is mondtad, akkor annak a közvélemény kutatónak vége, vagy legalábbis az nem fog majd megbízásokat kapni. Ők is a piacra élnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a közvélemény kutatás, ez egy a, nem tudom, 10 közül, ez ilyen, ez most ezt hozta ki. Nem hallgattam volna meg, hogyha nem biztattok volna ebben a műsorban a Róna Dávidot. Meghallgattam egy darabig, azt gondolom, hogy ő teljesen korrekt módon azt mondta, hogy itt nem is 3%-os a hiba határ, hanem 4%-os. Tehát itt arról van szó, hogy itt bármi lehet. Tehát van egy olyan sáv, tényleg ilyen magasan jegyzett pártoknál, ahol már tényleg 4% van. A Momentumnál, ahogy mondta, ott összesen 2% van, ott nyilván nincs 4% a hiba határ, de ezt simán el tudom fogadni, és nem gondolom azt, hogy ezek az emberek bármilyen... Lehet, hogy még odáig el tudok menni, esetleg lennének ilyen szándékok, hogy hozzá ki egy olyan eredményt, ami nekünk jó, de ez hülyeség, mert adott esetben visszaüthet ez a dolog. Most annyit bocsáss, mert csak annyit akartam mondani, hogy ezt tisztáznom kell, hogy nehogy ez a félreértés maradjon itt a nézőkben, vagy bárkiben, hogy én a közvéleménykutató cégeket most itt lehúztam egy szintre, és most lenézem őket, vagy nem tudom. Azt próbáltam csak elmondani, hogy ezek a közvéleménykutatások, azt lássuk be, hogy ezek gyakran... Itt lehet ebben az esetben nem, és azt sem feltételezem, hogy a nézőpontmérés, ami szögegyenes ellentétét mutatta annak, amiről a 21 beszélt, de azt azért feltételezem, hogy igen, Endre, ahogy mondod, szerintem azért van olyan, hogy figyeljetek, már jobb lenne egy kicsit jobb eredményt most kihozni, mert az embereink most rosszul érzik magukat, és a pont ez a pszichológiai hatása, hogy ahol a magasan van mérve egy párt, vagy bármi más, akár egy szolgáltatás, vagy mit tudom én, egy termék, ahhoz szívesen ebben csatlakoznak a többiek. De tényleg csak ennyi volt, tehát nehogy bocsánatot kérek a közvéleménykutatóktól.
Róna Dániel ugye arról is beszélt ebben a bizonyos interjúban, hogy hát az látszik az ő felmérésükből is, hogy a Fidesz szavazótáborból tulajdonképpen nem tudott a Tisza párt nyereséget felhajtani, pedig hát Magyar Péternek alapvetően ez volt a célja, hogy a fideszes szavazótábort megbontsa. Szerintetek valóban ez volt az ő célja, vagy pedig egyszer csak kiállt a tömeg elé, és most élvezi ezt a hullámhatást, hogy sokan csatlakoztak hozzá, vagy hát az ellenzék köréből ő tudott egy egységes magot csinálni. Azt gondolom, hogy hát így elnézve Magyar Péter szereplését, őnek inkább alapvetően az a személyes célja, hogy önmagát építse, és gyakorlatilag egy idő után, mintha mindegy lenne, hogy honnan, csak őt valahogyan építsék, ő valahogy be tudjon húzni olyan szövetségeseket, akár kívülről, mármint külföldről, akár a belföldi terepen, és akár ilyen kutatásokkal előre tudjon lépni, ami által ő majd előre lép, mármint hogy ő tudja építeni önmagát, és valószínűleg egy ilyen, vagy hát nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen személyes bosszúból indult ő, és aztán annyira szerelmes lett ebbe a helyzetbe, hogy gyakorlatilag már mindegy, hogy milyen módon csak ő valahogy fel tudjon épülni. Tehát akkor nincs ebbe szerinted tudatosság? Nyilvánvalóan ő neki a kommunikációjában van tudatosság, az jól látszik, és egyébként sikerült is a kormány ellenes térben bizonyos szintű támogatottságig eljutni, és bizonyos szinten integrálni az ott lévő tömeget. Ennek vannak korlátai, és pontosan szerintem ezek a kommunikációk, meg ezek a fajta kutatások azt célozzák, hogy ezt az integrációt tovább hajtsák, mert mások is meglátták benne a potenciált. Úgy tűnik, hogy arra, hogy vagy hát benne látják a lehetőség, azt a lehetőséget, amelyet korábban Márki-Zay Péterben láttak, akit ismét mondom, hasonló kutatásokkal elég erősen megpróbáltak megtámogatni. Ez ugye egyszerre, az ilyen fajta kutatások egyszerre feltételezik azt, hogy ezek akik ezeket megrendelik, vagy akik ezeket közzéteszik, azok egyrészt elhiszik, hogy a választó van annyira racionális, hogyha mondjuk egy pártot lemérek a küszöb alá, tehát az ő ráadott szavazat, az elvesztegetett szavazat lesz, akkor nem fognak rá szavazni. Másrészt pedig végtelenül lenézik a választókat, mert nem a realitást tükrözik ezek a mérések. De kik nézik meg, bocsáss meg, tehát minden párt megrendel ilyesmi közvéleménykutatásokat. Tehát nem lehet mondani, én itt húznám meg egyébként a diskurzusban a vonalat, hogy tehát, hogyha a hozzád közelebb álló párt mindent korrektül csinál, mondjuk, hogyha ő megrendel egy ilyen közvéleménykutatást, akkor azt korrektül csinál, és a másik meg nem. Tehát ez szerintem nem, ez neked is kell érezned, érted, hogy itt nem vagy korrekt. Tehát ne, arról van szó, hogy egy párt, és itt ráadásul nem is egy párt rendelte meg, hanem a Partizán. És a Partizán rendelte meg, és jött ki ez az eredmény. Miért kell feltételezni azt, hogy feltétlenül ezek manipulatív szándékkal csinálták? Én a Fideszről se feltételezem, hogy azért rendel meg közvéleménykutatást, mert ezzel akarja manipulálni az embereket. Lehet, hogy akarja, lehet, hogy szeretné, de még egyszer mondom, az előbb is mondtam, hogyha egy közvéleménykutató, most majdnem csúnyát mondtam, mit akar csinálni a szájából, tehát hogyha a hülyeségeket mond, akkor az rá vetül vissza, nem a pártra, érted? Azt ő gondolom, fog rosszul járni, és ő fog a piacon. Csak egyrészt ez egy sajátos piac, de nézzük meg, hogy ki a megrendelő, a Partizán. Én azt gondolom, hogy a Partizán is egy politikai szereplő bizonyos értelemben. Persze, hogy és megvannak a politikai céljai, és azok maximálisan ellentétesek a jelenlegi kormányival, illetőleg fontos számára, hogy a jelenlegi kormány... De ezt a mondatot, hogyha megfordítod, akkor ugyanazt el lehet mondani. Csak hogyha mondjuk konkrétan ezekre a kutatásokra koncentrálunk, ugye kettő olyan kutatás van az elmúlt napokban, amelyik hát ez a jól behatárolható körhöz köthető, ott van a Publikusnak is a felmérés, pont a Publikus volt az, amelyik a választás előtt pontosan azt csinálta szájából, amire az imént gondoltunk, és most ugyanezt megismétlik, mert nyilvánvaló, hogy aki figyeli a trendeket, a támogatottsági adatokat, az látja, hogy ezek a kutatások a lényegében térnek el attól, ami a valóság. Jó, bocsánat, akkor... ezt honnan tudjuk? Először is honnan tudjuk, másodszor meg a valóságot 2026 tavaszán fogjuk megtudni. Ez így van. A választás az egyedüli, normális közvéleménykutatás szerintem. Ebben egyetértünk, de hogy most ennyiről, hogyha meg... Ezért, amit mondtam, ez egy kommunikációs bravúr, hogy egy ilyet állít.
a Partizán. Tehát, ugye arról beszéltünk eddig, hogy a választókra hogyan hat mondjuk egy ilyen eredménynek a kommunikálása, de hogyan látjátok, vagy mit gondoltok arról, hogy a többi pártra hogyan hat? Tehát mondjuk azokra az ellenzéki pártokra, ugye itt azt hozta ki ez a kutatás, ha jól láttam, hogy talán csak a DK az, amelyik a parlamenti küszöböt eléri, illetve talán a Mi Hazánk, a többi párt az nem. Ez például mondjuk a szocialista párton belül milyen hatásokat vált ki? Hát a párton belül nem tudom, a támogatói körében vált ki egyébként elsősorban ilyen érzéseket. Tehát az van, hogy minden pártnak, sőt a Magyar Nemzetnek, a Népszavának, és nem tudom milyen hányféle újságnak van jól bevált közvéleménykutató cég, akivel együtt dolgozik. Nagyon gyakran lehet olvasni, hogy a Népszava megrendelésére készítette a, vagy a Magyar Nemzet megrendelésére készítette a. Ha ezeket a papírokat egymás mellé letesszük, mondjuk, és az egyik mondjuk a Nézőpont, a másik meg a Publikus kutatás, akkor az látszik, hogy a Nézőpont intézet kutatásán alá van írva, hogy torony magasan vezet a Fidesz, a Publikus intézet kutatásán meg az van, hogy a Tisza párt megközelítette a Fideszt. Tehát ezeknek a kommunikációja van befolyással az emberekre. A pártoknál szerintem azt a közvéleménykutatást veszik komolyan, amelyiket maguk hamisítottak, mondták régen, de azt a közvéleménykutatást veszik komolyan, amit saját maguk rendeltek meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a... És ott azért azt lehet kérni, hogy egy nagyon nagy mintán, nagyon korrekt kutatást tegyetek le, mert valamiből ki kell indulni. Tehát a data, egy adatalapú politika ma már teljesen elterjedt az egész világon, és általában azok a pártok meg szerveződések sikeresek, akik ezt alkalmazzák. A Fidesz ez abszolút jellemző, tehát én azt gondolom, hogy a kormánypárt az tulajdonképpen az utolsó apró kis cselekményig, amit meg szeretnének csinálni, azt mindent megmérnek, mindenről pontosan tudják, sőt a kommunikációt is kimérik gramra. Ez ott, akikkel és ahogyan dolgozik a kormánypárt, ez nagyon hatékony. Az ellenzéki szavazókra, hogy mondjuk ki sincs írva egy ilyen helyre az egyik ellenzéki pártnak a neve, hogy már tulajdonképpen a mérhetetlen kategóriába tartozik, az meg azt jelzi, hogy ezekre felesleges időt pazarolni, felesleges rájuk szavazni, amikor valahol máshol összpontosulnak az erők. Ez egy kártékony dolog is tud lenni. Éppen ezért mondtam az elején, és itt talán ezt a félértést még jobban lehet tisztázni, hogy engem azért nem érdekelnek ezek a közvéleményi kutatások, mert még soha senki nem találta el a választ eredményeket, soha senki. Egyszer a Medián közel volt hozzá, de az se úgy lett. Tehát, hogy láttam egy zsiráfot, de az se az volt. Én mondhatnék még egy dolgot. Még egyszer visszakanyarod el a pszichológiához. Tehát most egy ilyen, mint ilyen régi futballista mondom a futball metaforát, tehát én speciál olyan csapatba szeretek játszani, ami egy kicsit gyengébb. Érzem, hogy egy kicsit gyengébb, mint az ellenfél. Mert akkor fel tudom magam tuningolni, hogy így mondjam, és hogyha erősebben mondjuk, akkor nem én magam engedem el magam, hanem a szervezetem valahogy nem tudja azt a hatásokat produkálni. Most arról van szó, hogyha 5-0-ra vezet az ellenfél, akkor vagyok a leghatékonyabb, akkor szedem össze magam. Most én például is kérdezem, hogyha megengedett, hogy például az MSZP-re nem nincs pozitív hatása esetleg az, hogy rosszul áll. Hát, hogyha emiatt megpróbálják magukat összeszedni, ez is egy szempont lehet. Hát a pártra bizonyára van, csak ugye ez, de ezt úgy kellene, hogy is mondjam, ez megint olyan, hogy emberek közössége. Tehát ha abból indulok ki, hogy az MSZP-re, a Fideszre, vagy bármelyik másik párt nevét mondhatnám ki, milyen hatást gyakorol valami, akkor ugye csak azt tudom mondani, hogy ez kire milyen. Tehát, hogy vannak emberek, akik ilyenkor előállnak, és azt mondják, hogy nekem például engem inspirált rendkívül, ezért azt gondoltam, hogy nekem majd tök jó tervem arra, hogy kellene ezt megváltoztatni. De épp a demokrácia miatt nem biztos, hogy ez nyeri a legtöbb embernek a bizalmát el. De úgy vagyok vele, hogy igen, azért remélem, hogy úgy van, ahogy mondod, és azok, akik most itt most nem annyira állnak jól, azok azt értik meg ebből az egész történetből, hogy akkor most valamit csinálni kéne, és egy kicsit erősebben kéne csinálni. Hát a kérdésedre válaszol, abban is benne, vagy az is jelzi, hogy ma már nem mondani valók csapnak össze. Ezt a Partizán megbízói is pontosan jól tudják, de ma nem a különböző pártok, hogy én ezt állítom, ő meg azt állítja, nincsenek állítások. Az egyetlen jelszó, ami van, de ez még állításnak is kevés, az az, hogy Orbán menjen el.
Ennyi. Innentől kezdve egy ilyen felmérésnek pont az a célja, hogy na akkor ezeket, akik ezt így gondolják, azokat becsatornázza egy tömbbe. Nem pártokat. Az ellenzék az csak egy ilyen állandó mi az, akinek nincs semmi mondani valója azon kívül, hogy akkor Orbán menjene. De bocsánat, mi van? Jesszus már. Miért van? Jesszusom. Jó. Szóval ez nem, tehát ez tényleg, ne arra úgy, de nem akarok bántani, de ez nem értelmiségi diskurzus. Tehát, hogy, mert, hogy azt mondod az ellenfeledről, hogy az hülye, vagy nincs semmi mondani nem azt valója, vagy hát, ilyesmi, én azt mondom, amit az egyszerűen a saját magadat szúrsz ki, mert akkor saját magadat minősített, hogy így mondjam. Arról van szó, hogy két ellentétes oldal van, igen, melyek harcolnak, melyek előállnak, és akarnak valamit, meg akarják szerezni a végre, és meg akarják tartani a végrehajtó hatalmat, és azt feltételezem, hogy azért akarja az egyik megtartani, a másik megszerezni, mert jót akar ennek az országnak, ennyi. És aki ezt nem feltételezi, az szerintem az aljas dolgokat mond. Igen, és az ellenférről nem azt kell feltételezni, hogy az gazember, és le kell mészárolni, hanem az, hogy ő neki más a véleménye, másképp látja a világot, más értékrendszer van, és én nem értek vele egyet, de elfogadom, hogy ő neki más a véleménye, és korrektül megküzdöm vele. Ez egyetlen normális, korrekt álláspont az én véleményem. Én is, ha lennének vélemények, én nagyon örülnék, ha lennének. Én nagyon örültem, amikor mondjuk a Puzsér Robert elindult a fővárosi címért. Ott volt egy városvízió. Vitézi Dávidnál volt egy városvízió. Karácsony Gergelynek nem volt városvíziója. Az ellenzéknek nincs országképe. Én ezt hiányzom. Én nagyon örülnék, hogyha lenne. Okay. Na, még van pont annyi időnk, hogy belefogjunk egy kicsit nagyobb hangvételű témába. Ugyanis az uniós tanács mai nappal jóváhagyta az Ukrajnának szánt 35 milliárd eurós hitelt. Ezzel kapcsolatban készült egy összeállítás. Dunda György, a Kárpátaljai Hírtévének a Kárpátaljai tudósítójától. Ezt most meg tudjuk nézni. Nagyon sokaknak bármilyen paradox módon hangozzék is ez. A háború a Kánaánt jelenti, hiszen olyan pénzekhez jutnak illegális módon, amiről a háború kitörése előtt gondolni sem mertek volna, hiszen minden, ami a toborzással kapcsolatos és onnan való kibúvás kiskaput jelenthet, és mindig vannak ügyeskedők, akik ezeket a helyzeteket igyekeznek kihasználni, ráadásul hatalmas az igény most ugye a katonai szolgálat alóli kibúvásra, ez hatalmas pénzeket hoz, hát egyebek mellett az embercsempészeknek is hatalmas pénzeket hoz. Kárpátalján továbbra is mindennaposak azok a bejelentések, hogy éppen melyik határszakaszon, éppen milyen bűnbandát számoltak föl, és hány köteles korút állítottak meg a zöld határon. Csak a tegnapi nap folyamán a Nemzeti Rendőrség itt Kárpátalján három ilyen esetről tett bejelentést. Husztijárásban van, aki ezzel hatköteles korúak csempészésével foglalkozott. Técsői járásban a Tiszán keresztül próbálkoztak, a Rahói járásban, ez egy hegyvidéki járás. Itt, akinek jó helyismerete van, Románia felé tud segíteni a hatköteles korúak kicsempészésében. Mind a három esetben közös, hogy helyi 20 éves fiatalemberekről van szó, akik hát jól ismerik a terepviszonyokat, pontosan tudják, vagy kifigyelik esetleg, hogy a határőrség járőrosztagai éppen mikor járják be az adott határszakaszt, hol könnyebb átszökni, akár a Tiszán átúszni, hol sekélyebb a víz, vagy a hegyvidéken olyan környéken, ahol határőrök ritkábban tűnnek föl, és nem életveszélyes mondjuk az átkelés, mert a hegyekben azért eléggé az. Most is voltak a tavalyi év során is olyan esetek, hogy akik télen próbálkoztak tavasszal, már csak a holttestüket találták meg, tehát azért vigyázni kell, és ezért van szükség helyismeretre, helyiek erre szakosodnak. Nagyon sokan nem is kárpátaljaiakat csempésznek át, hanem az ország belső régióiból érkeznek, jellemzően több ezer dollárt fizetnek, ebben a három esetben a tarifa 4-től 7 000 dollárig terjed. Itt ugye azért kapcsoltuk ehhez a témához a bejátszónkat és ezt a tudósítást, mert hogy nyilvánvalóan ez a 35 milliárd eurós hitel vagy támogatás Ukrajnának, azt azért folyósítják, hogy hát valahogyan ebből a háborúból ő legalábbis megpróbáljon győztesen kijönni, de hát nem nagyon lehet már ukrán katonákat sorozni. Ugye, ahogy itt a tudósítónk is elmondta, menekülnek
az országból a hat képes férfiak, illetve aki még potenciálisan hadra fogható lenne. Ennek a kölcsönfolyósításnak feltétele egyébként, hogy Ukrajna továbbra is elkötelezze magát a hatékony demokratikus mechanizmusok fenntartása és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Szerintetek ez Ukrajna jelenlegi állapotában hogyan teljesíthető? Hát az egy jó kérdés, hogy hogyan teljesíthető, de például azt tudjuk, hogy hogyan nem teljesítik, főleg mi magyarok, főleg azok, akiknek vannak kárpátaljai ismerősei, barátai, mert nagyon komoly nyomás helyeződik a kárpátai magyarságra, anyanyelvű oktatás területén elsősorban. De összességében, hogyha nagy képet megnézzük, az látszik egyre jobban, hogy ez a háború, ez mindinkább az oroszok irányába kezd eldőlni. Az itteni beszámoló is, de egyébként valamelyik nap az egyik spanyol lap, az El País számolt be arról, hogy egy ukrán katonai szóvivő mondta el nekik, hogy emberhiánnyal küszködnek. Látjuk a hadi tudósításokat, amelyek azt mutatják, hogy recseg ropog az ukrán front. Tehát ez a háború hát nem abba az irányba dől el, vagy legalábbis nagyon úgy látszik, hogy nem abba az irányba dől el, amit akár a brüsszeli vezetés látni óhajt, és amiben egyébként egyre nagyobb erőforrásokat tol bele. És nagyon úgy tűnik, hogy ez az egész koncepció, amelyik úgy szemlélteti a háborút, hogy az egyik oldalon vannak az oroszok, a másik oldalon pedig nem Ukrajna, hanem mi, mint Európa állunk, és Ukrajna mögött, és egyébként az egész nyugat, ez... Hát meglehetősen vesztes stratégia, és valószínűleg az lenne Európa számára a legjobb, hogyha stratégiát váltana, és egyébként láttunk olyat, hogy Európa egy ilyen konfliktus helyzetben ki tudta hozni önmaga számára azt, ami a legjobbat. Ez még a krími konfliktus idején történt meg, amikor Angela Merkel és az aktuális francia elnök elmentek, tárgyaltak mindkét féllel, és sikerült tető alá hozni legalábbis egy időleges békehelyzetet, vagy egy a konfliktus sikerült befagyasztani. Európának maximálisan erre lenne szüksége, csak jelenleg nincsen egy olyan erős német kancellár, nincs egy olyan erős francia elnök, aki ezt ilyen irányba lépéseket tudna tenni, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a brüsszeli mainstream és a bizottság, például az Európai Bizottság nagyon erős külső befolyás alatt áll, és nem képesek arra, hogy Európa érdekeit érvényesítsék. Még nagyjából fél percünk maradt, úgyhogy egy nagyon rövid reakciót Endre, hogyha már elnéztem. Én legszívesebben hallgatnék, és magamban vagyok ettől borulva, hát az egész érintett is vagyok, mert a felmenőim egy része onnan jött, és egyszerűen azt, látva ezeket a képeket, ahol ezeket az embereket összefogdossák, összekötik, és ki fogják tuszkolni a frontra, ahol nem tudom, 5 perces a túlélési átlag, ez tényleg horror számomra, hogy itt nem tud a világ valamit csinálni, én itt tényleg fölteszem a kezem, és azt mondom, hogy ez botrány. Köszönöm szépen, ez volt a mai zárszónk. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. Ennyi fért a mai kommentbe, viszont holnap is lesz, vagy bocsánat, hétfőn is lesz komment, akkor találkozunk legközelebb. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!